Gyerünk, csajozás, a véremben van, azaz benzinemben. Én a sebesség. Gyorsabb a hangnál, gyorsabb a fénynél. 2 perc alatt megvan egy csaj. Én a sebesség. Üdvözlöm a kedves nézőket, íme McQueen, a top 3 legjobb csajozógép a világon. Nem mondtam volna még, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Én így erőlködök szarás közben. Bele kapcsolva a mikrofonot fel. Baszki! Nézzék csak ezt a vigyort, hát ebből a kocsiban biztos, hogy 100-as benzin van, csak aminek az átlagára legalább 670 forint, és ez teli tankolja baszot! Itt van a csajozógép, aki holt versenyben van 2 versenyzővel. Ú, de szexi! Honnan jött az a név, hogy villám? Ugyan. Hát mindenki energiaspórolásról papol. Én 2 perc alatt megoldok egy nőt, ezzel spórolva az erőforrásaimat. Na meg, hogy harmadik vagyok? Nem kell ide duma. Nézd rám, ez a test tiszta Budapest. A Corvette csődört láthatták, én Bögyös Bianca voltam. Öreg, állj ki a képből! Húzzál már innen, te pacalpörkölt! Még ma? Anyád! Nyalj ki a kipufogó! Kiszállunk, Piroska! Ügyes fiú vagy már! Ha segget ki tudod törölni, a kerékcsere is menni fog. Vagy hívjuk a nyucit? Ok, menjetek! Bakker! Hol találok ilyen törpe traktort a nőimnek? Áucs! Ezt nem fogom túlélni! Az a helyzet, én úgy szeretem a nőket, mint más a hamburger. Készen és súcsosan. Kislányok, ennyi volt. Te vasz, te fiat puntó. Na mi a helyzet, sajtreszelő? Igen, öregem, sajnos nekem már nitróval sem kemény a kipufogó. Neked kell megnyerned a csajozási verseny. Nem nyerheti meg a zöld dinnye kimatricázva. Érted, amit mondok, szippantos kocsi? Ez roncstelepre való. Ha tetszett, dobj egy lájkot és iratkozz fel, és esetleg egy kommentet is hozzáfűzhetnél a komment szekcióba. Puszi!